Hej ja. Hát gyönyörű egy időnk van, mondhatom. És ez a második nekifutás a mai nap folyamán. Ugyanis ma már egyszer idefele jövet megpróbáltam fölvenni egy videó részletet. Aztán nem figyeltem oda, és azt vettem észre, hogy hát a régi telefon memóriája megtelt, így ugye a hangot csak az esélyekem rögzítette, az megvállalhatatlan. Na, okos gyerek vagyok, partnak fölfelé kell dohányozni, hát fulladjon ki az ember. Na de mi is a szitu? Lezajlott a one day off. Nem csináltam az ég ott a világon semmit. És ez így nincs is rendben. Fogjad már vissza magad? Mert hogy... így olyan fásult lesz az ember. Tehát valamit kellene kezdenem magammal. Csak az a baj, hogy olyan fáradt vagyok, hogy megmozdulni nincs olyankor kedvem. Pedig ez nem igazán járható út. Aztán ideje lenne megvenni a jegyet visszafelére. Viszont ugye a bohármat is kell vennem. És ebből az okból kifolyólag, jelen állapotok szerint, ez olyan 271 ezer forintomba fog fájni. Ami igen, szörnyen soknak hangzik, viszont az itteni keresetnek csak a fele, amit havonta megkeresel. Na jó, annál valamivel több. Úgyhogy... ezek vannak meg a bárányfeltők. Fú, baszki, ez lehet, hogy így nem lesz fönn ma. Elkezdem esélyen 4000-re, aztán folytatom az éve telefonnal. Na nézzük. Ki kéne pakolni a kipakolni valót. Ahogy az a szitu, vettem hagymát. Már nem voltam biztos, hogy van. Zöldség, leveshez, szalámi, és volt végre valami normális formájú kenyerük. El se hiszem, komolyan mondom. Aztán mivel tegnap extra mega lusta voltam, ezért előfordulhat, hogy fabrikálunk valami videófélét még, ugyanis kiolvasztottam a húst tegnap, és azt meg kéne főzni. Akarom mondani, jó lesz, hogyha kotyvasztunk valami jobb rakformát. Kenyeret meg el kéne raknom, aztán meg kell kajálni. Gyors a hama, hogy legyen idő főzni, mert hogy tempasztó, akarom mondani, 2 óra 10 perc van, négy órakor kell elindulnom vissza, szóval van 1 óra 50 perc. Na most olyan fél körül végzek a kajával, mert hogy nem igyekszek, tehát az kajálni nyugodtan. Nem szabad falni, mert az nem jó. Szóval fél körül végzek a kajával, akkor még kimegyek egy kávécigire. Akkor marad utána még 1,25 órám arra, hogy összerittyentsek az
a bankot. Végül is azért vettem azt a zöldséget, mert hogy majd úgyis meglátjátok a másik videóba, ha megcsinálom, ha nem, akkor nem látjátok meg. Szóval, hogy azt egy kicsit megdinsztelem olajon, fölöntöm vízzel, szakész a leves. Nem játszadozunk azzal, meg rizses húst kéne csinálni. Úgyhogy... abrak téma. Legyetek jók és szobatiszták. Tra!